Tai Tóth László van itt velünk, és ő is egyből kiszúrta Schwarzeneggert, Arnold Schwarzeneggert. És rögtön rá is kérdezett. Azon rá is ismertem. És a fiatalembernek sikerült vele kezet fogni. Voltak négy meg a Lászlóval. Ezekért a poénokért szereted? Vagy ezekért a kis szurkapiszkákért? Hát, gyerekkoromnak egyik fénypontja volt, de nem csak nekem, az egész családnak. Mikor csecsemő voltak? Én is, mikor ekkora voltam, néztelek téged, tornáztál. Ez lesz, rajongód voltam kis gyerekkoromban. Szóval, nem tudom, lehet-e mondani a műsor címét. Egy alkalommal főzős műsorban. Úgy nagyon jól, egy húron pendültünk, csintalankodtunk, tréfálkodtunk. Hát, amit ilyenkor szokás. Na, de csinálni. Ő például az egészséges étkezésével, és hajlandó volt még azzal is tréfálni, viccelni, ne figyelj ide. Hajlandó. Emlékszem, amikor én főztem, akkor úgy csinált, mintha magáéba szedne egy ilyen nagy kanál, és az enyém berakta folyton. És ő egy üres tányérral elment, és akkor én előttem volt az én saját főztöm, amitől már hát tele voltam egy kicsit. És akkor azért nem is csipegettél, Attila? De te egyébként, te nyerted azt a hetet, ugye? Jól emlékszem. Nem, egy orhosszal lemaradtam. De az volt a meglepő, hogy a László elsőre, tehát így amikor nincs kamerák előtt úgy nagyjából tudjuk, hogy milyen, de egyébként egy csöndes ember, nem egy hangos ember, viszont amikor megszólal, akkor mindenki dől a nevetéstől, és menet közben derül, hogy mennyire intelligens, tehát egy nagyon művelt intelligens emberről szó, és van. Akiről a hétvégén kiderült, hogy milyen jól főz. Tehát én azt hittem egyébként, hogy... Én sem tudtam odáig, különben én sem tudtam, hogy tudok főzni. De ott rajtad próbáltam ki, hogy tudok-e. Ha már a megszólalásról beszélgetünk, akkor elhúzott nekünk László egy verset. Hát ott nagyon sok mindenről beszéltünk Attilával is. És többek között bennem az van, hogy Attila, mint azt mondta volna, hogy ő nagyon szereti az irodalmat. Ez igaz? Hát nem vagyok annyira művelt. Jó, ne. Hát annyira nem is lehetsz, mint én. Igen, szeret. De például a költeményeket, talán azt is mondtad, hogy szavaltál, fölléptél már valami verssel? Ünnepélyen vagy valahol? Hát gyerekkoromban egyszer-kétszer, de nem jellemző. Na, ott voltam, hallottalak, nagyszerű volt. Szóval, és aki tud verset és mond verset, az titokba megfordul az agyába egy költő. Hát, ha én is tudok, és írok. De gyerekkoromban írtam egy verseket. Pontosan, na erről beszélgettünk. És hát megmondom őszintén, hogy én is költőnek készültem, mint te, csak aztán valahogy kicsúszott, elfarolt az életünk másfele. Szóval, és meg is találtam mostanában az első versemet egy asztalfiókba, de nem akarom. Á, nem, dehogy, de nyugodtan, látom én. Jó. Egészen véletlenül itt van. Elkészült, elegánsan betta. Hát első vers milyen legyen? Hallhatjuk meg ezt. De ez nagyon komoly drámai vers, és egy szerelmes vers, egy szerelmemhez írtam. Akkor én egy szerelmemhez írtam, szóval nagyon nagy áhítattal kell hallgatni. Azt is nagyon fogjuk. Komoly vers. Figyelünk. Szerelmi vers. Ja. Írt a Petőfi Sándor verse. Illetve írt a Tajtott László. Dalol már a vadrigó. Véled lenni. Csuda jó. Dombok alján kecske mekeg. Légy az enyém, ha csak lehet. Erdő mélyén sok a vércse, nem hagylak el én, azért se.
szabad? Persze, hogy szabad tapsolni, ha hát köszönöm. Na, ez volt az első. Ez az, hogy pont fordítva csinálod, mert ugye azok az emberek, hogy csak általában az emberek úgy csinálják, hogy legyen, hogy mintha nem is olvasnának, de azért ott van. Neked nem kell. Te pedig úgy csinálod, mintha olvasnál, de neked nem kéne. Tehát ez nem is az van. Na kifacsart. Ne olvasd fel, mi van rajta. De hogy miért nem lettem költő, azt aztán Heltai Jenő mondta meg nekem egy versben, aminek az a címe, hogy Poéta sors. És ez rá is vonatkozik, nagyon figyelj, ha költő akarnád még lenni. Egy mélabús, bohó poéta, kissé különc volt, meg plazírt, nagy szorgalommal, szép betűkkel néhány száz verset összeírt. Nyakába vett a világot, hóna alá kötetett, és elindult kiadót keresni. De haj, hiába keresett. Ekkor kiadta, mint sajátját, velin papíron, díszesen, a kritika agyon dicsérte, de meg nem vette senki sem. Egy antikvárium zugában, ahol nem érte semmi vész, belepte lassanként a könyvet egy zöld mecénás, a penész. Év-évre jött, év-év után tűnt, meghalt a költő éh miatt. Az ódondászt is eltemették, de a kötet vers megmaradt. Egy műbarát, úri gavallér, ki tudja egykor arra vitt, meglátta és divatba hozta a holt poétát és dalait. Újból kiadták a kötetjét, arcképe forgalomba jött, ott ragyogott a kirakatban a pesti szépségek között. A hambait újból kiásták és eltemették díszesen, és most már megvette mindenki a könyvét. De nem olvasta senki sem. Nem ez a jövő vár. Úgyhogy Attila, vigyázz, ne írjál verset. Verset nem írok. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük a verset, az élet célt.